A győri elektromos otthonában 8-4 arányban megnyert találkozót követően ült ismét tábla mögé a Haladás VSM második számú sakkcsapata. Már a negyedik fordulót rendezték az NB1 Karusek csoportjában, és egy vérbeli rangadót bonyolítottak le Szombathelyen. A vasi sakkozók a több korosztályos válogatottat is a soraiban tudó MTK Budapest ellen bizonyíthattak a Haladás sportkomplexumban. A koronavírus járvány miatt a Magyar Sakkszövetség ajánlása volt az iránymutató a mérkőzésen, ennek megfelelően a csapatbajnoki forduló lebonyolításhoz csak a minimálisan szükséges számban voltak jelen a helyszínen. A nagy csatát hozó párharc egyik kiemelt mérkőzése Csonka Attila és Kovácsi Bence összecsapása volt. Bár a hazaiak játékosa úgy tűnt meglepi ellenfelét, végül az MTK titánja örülhetett, és ezzel lépés előnybe került a fővárosi együttes. Ugrócki Péter egy vesztesnek látszó játszmát sikerült megfordítania, és győzelmével értékes ponthoz segítette csapatát. Az eredmény, hogy a 6-6-6-6-ra végeztünk, viszonylag erős csapattal állt ki az ellenfelünk is, és hát sok fiatal játszott be, sok feltörekvő fiatal játszott közöttük. A 6-6-os eredménye úgymond meg vagyok elégedve, a partik alapján a meccs közben úgy nézett ki, hogy elveszik a mérkőzést, de szerencsére a végén egy 5,5 órás küzdelembe Ugrócki Peti egy lehetetlennek tűnő végjátékot lenyúzott, és így megverte az ellenfelét, és ezzel biztosította a 6-6-os döntetlent a csapat számára. A vártnak megfelelően taktikus, nagy csatát hozott mind a 12 táblán a rangadó, amelynek végén nagyon értékes döntetlent ért el a Haladás. Ezzel a pontszerzéssel a szombathelyi együttes Holt versenyben az atomerőmű SM második számú csapatával vezetik a bajnokságot. Legközelebb a sereghajtó magyar sakkvilág játékosaival mérkőznek meg a vasi zöldfehérek, amelyet december 5-én rendeznek Budapesten.